Tisztelt miniszterelnök úr! Nóri vagyok, jövőre kezdem a gimnáziumot, és ezt az üzenetet az oktatásügyel kapcsolatos aggodalmam miatt küldöm önnek. A diákságot, így engem is, bizonytalanságban tartják. Nem tudom, mi lesz 4 év múlva, amikor egyetemi jelentkezésemet kellene majd beadnom. Fizetnem kell majd? Lesznek keretszámok? Vagy pontszámokkal határozzák meg, hogy hova juthatok be? Egyáltalán lesz hova bejutnom. Az iskolámba 1-től 12-ig járnak diákok. Fenntartunk az ELTE, akitől több milliárd forintot vontak le az utóbbi években. Ennek több következménye is van ránk nézve. Tavaly télen az a helyzet állt elő, hogy az iskola nem tudta kifizetni rezsét. Diákok, szülők, öreg diákok és tanárok összefogásával végül 23 millió forint gyűlt össze. Miért kell ennek így lennie? Miért kell az ország egyik legjobb iskolájában sürgősségi gyűjtést szervezni, hogy az intézmény megfelelően működhessen? Épületünk korszerűtlen, romos, bár vannak kisebb felújítások, a helyzet így is szörnyű. Energiahatékonysági szempontból katasztrofális, az ablakok eresztenek, nincs megfelelő szigetelés. És mivel kényszernyugdíjazott takarítónőünk helyére nem tudunk újakat fölvenni, egyre koszosabb is. A tankötelezettség korhatára 16 év lett. Ez azt jelenti, hogy én már másfél év múlva kikerülhetnék a munkaerőpiacra. Képzetlenül 8 általánossal. Ezzel jelentős hátrányba kerülnék egész életem során. És kerülnek majd mindazok, akik ott hagyják az iskolát. Magyar állampolgárként és diákként kötelességemnek érzem, hogy arra kérjem önt és kormányát, fontolják meg az intézkedéseik hosszú távú és szociális következményeit is.